Most ez is, amit majd a Skita kiállításról még én is bizonyos dolgokat elmondanék. Egy dolgot tartok fontosnak, hogy egyébként ott láttuk, ugye, hogy megjelentettek egy vezetőt is, amely viszonylag magyarországi viszonyokhoz képest úgymond elérhető áron, ugye 2400 forintért lehet, nem tudom, hogy ki vette meg, ki sem vette meg, néhányat megvették, nem tudom, hogy a megvétel után ki volt, aki ne talán is olvasta. Azért tartanám fontosnak, hogy szó szerint felolvassa azt a részt, amelyről az imintiekben szó volt, hogy érzékeljék, hogy milyen, hát szabad így fogalmazom, hogy szakmailag elvtelenül viszonyulnak ehhez a kérdéshöz, és még megemlíteném, hogy amikor ugye ennek a Skiták aranya című kiállításnak a témaköre feljött, akkor egyetlen médium volt az Echo TV, amelyik fölkért nekem, hogy menjek be, és hát valamit mondjak róla. Hát sajnos az Echo TV sem kér el abban a többi ostoba TV vezetőtől, hogy roppant kicsi időket engednek ugye az ilyen témákra, azzal a megokolással, hogy a tömegember nem kíváncsi. A tömegember a 13 percesek kíváncsi természetesen, tehát ez nagyon rossz megközelítés, de minden esetre a 13 vagy 14 perc ellenére is volt mégis egy jel, hogy így mondja a médiumok világában, amire rögtön a következő nap vagy az követi harmadnap, nem tudom, hogy ki látta, a Napkertjébe behívták ugye azt az embert, aki ezt a cikket is írta, ugye az egyik legvadabb finnugrista kollega, hogy ugye ellensúlyozza ugye a vakait, mert ugye ezt tűrhetetlen, hogy ilyesmi hát szó nélkül maradjon. Tehát olyan erős a nyomás, amelyre még egy példát hozok fel, hogy valami hasznomat is vegyék. Hogy most például az elmúlt 5 napban, vagy lehet, hogy már egy kicsit korábban, minden rádióba, tévébe, újságba, reklámanyagba azt hirdetik, hogy egy csoda történt, 24 kötetben megjelent Magyarország minden története, amely még nem volt, nem van, nem lesz, olcsón, szinte ingyen, bevezett járó 490, csak 495, de a következő persze már 1600, és ugye, aki megveszi ezt a töménytelen könyvet, amelynek a sorozat főszerkesztője a körülbelül a Glac Ferenc szellemiségével tökéletesen azonos Romsics Ignác, aki nagyon ügyes, mert már a fiát is lassan akadémikussá teszi, és olyan hihetetlen reklámot fejtenek ki, hogy az újságárusokhoz kivitték a könyveket. Tehát amikor kér egy magyar nemzetes, rögtön alátolja a koma a sorozat kötetét, és hát az emberek zöme hat is ez. És most ezért mondanám, hogy aki ad arra, hogy valóságos, hiteles történelmez jusson, annak ajánlanám ennek a nagyívű elkerülését. Tehát igaz, hogy nem minden hát, kötet ugye, jutott a kezembe, de a korábbi művek alapján, ugye, hiszen eddig a piacon az első kötetet dobták, nem tudom, találkoztak-e vele. Ugye, minden esetre legyenek óvatosak, mert hát ennek a reklámja is azt mutatja, hogy hihetetlen összefogás kellett hozzá, hogy majd figyeljék meg most hazamennek estétől kezdve, hogy mindenütt ezt valami. Hogy mindenképpen ugye megfogják a lelkeket is, tehát hogy belülről is kezükbe tartsák, nehogy ezért léptek fel ugye a más szellemiségű iskolák oktatási hát módszerek ellen, és ez nem lankad láthatólag. Szeretnék ugye, hogy továbbra is szinte kizárólagos módon ezt eddig is meg tudták tenni, ugye az iskola rendszer teljesen a kezükben van, a kiadványok szinte teljesen a kezükben vannak, egy-két olyan hát vállalkozás van, vagy még létezik. Na most
szeretném akkor ezt a részt, hogy érzékeljék, hogy milyen alapjára véve, aki csak egy kicsit is jártas, tehát nem is kell hozzá, nem tudom milyen komoly szakembernek lenni, hogy milyen olykor gyermeteg módon próbálnak ugye szembeszállni. Ez a bizonyos Fodor István először is egy olyan címet adott a fejezetének, amelyet én 1973-ban írtam ugye a Szép Emléki Szombati Viktor szerkesztésében, az évezredek hétköznapjai kötetben volt egy nagy fejezet, Rokonainkkel szkíták, ez volt az én részemnek a címe. Hát természetesen ezt vette át, ez a címe, hogy Rokonainkkel szkíták, és ebből szeretném ugye elolvasni azt a részt, hogy nem sokat, csak egy kis résztöredékét, hogy milyen hihetetlen hát primitívséggel viszonyul. Tehát arról beszélünk, hogy ugye az írott forrásaink, a nemzeti krónikáink, az ugye azt állítják, hogy nekünk a szkítákhoz közünk van, hiszen az őseink ugye Szkítiából jöttek a Kárpát-medencébe. Ezeket természetesen hamis mesék, amelyeket nem lehet komolyan venni. Azt írja, ezzel csak kedveskedni akartak az Árpád-házi királynak, hogy dicső ős találjanak. Számukra ugyanúgy a szkíták, mint a hunok esetében, ami így folytatja. Azt mondja, hogy tehát semmi alapja nincs ennek a rokonsági elképzelésnek, amelyet ugye a szkíták, a hunok, az avarok és a magyarok is képviseltek. De teljesen alaptalanul, és szó szerint folytatom. Pedig nem nehéz belátni, hogy az igazi szkítákhoz sem az avaroknak, sem a hunoknak, sem a szkítáknak, természetesen sem a magyaroknak semmi köze nem volt. Mert a perzsáknak oly sok kellemetlenséget okozó szkítákat elsősorban is temérdek idő választotta el Attila hunjaitól. Tehát ez azt akarja, hogy értsék, ez egy rendkívül árulkodó mondat, hogy tehát a temérdek idő választotta el, az azt jelenti, hogy nem lehet folytonosság a történelemben, noha csak az lehet, kizárólag, mint ugye Vermes írta már sokszor, hogy a magyar őstörténetnek is az indító kulcsa, hogy a Krisztus születése utáni 9. században megjelentek egyszer csak a magyarok. Honnan? Mikortól? Temérdek idő választotta el, ugye a Attila hunjaitól, a Baján avarjaitól és Árpád magyarjaitól írja. A Fekete-tengertől északra elterülő füves pusztákon ugyanis, valamikor a Krisztus születése előtti 8. században jelentek meg a szkíták, ahol azután mintegy fél évezreden át az ő kezükben volt a hatalom. A Krisztus születés előtti 3. században a keletről előre nyomuló szarmaták vették át itt az uralmat, igaz, az előző szkíták kicsinyre zsugorodott állama még újabb fél évezreden át maradt életben a Krím félszigeten. Tehát itt a temérdek idő ellenére a folytonosság megmaradt, ugye ezt zárójelbe tette. Ők azonban csak egy rossz zárványt alkottak, és nem volt már semmi befolyásuk az európai történelemre, nem mondja a magyarra. Tehát egyik ellentmondásból zuhan a másikba, majd így folytatja tovább, hogy a Volga-Don Nyeper-vidéki területeken, tehát a szarmaták vették át a szkíták helyét, majd keletről újabb és újabb népcsoportokat sodort ide az egész eurázsiai pusztaságot átfogó népvándorlás. A szarmatákat, a hunokat, az ologurok, a szamírok, avarok, kazárok követték, nem volt tehát népi folyamatosság. Értik ezt? Ez megint nagyon sűrű. Tehát mivel hogy a forrásokban különböző nevek szerepelnek a népcsoportoknál, ezért mint történeti alap törvényt mondja ki, hogy nem volt népi folyamatosság, mert csak akkor volna mondható, hogyha már a paleolitikumban magyarnak nevezték volna mondjuk a felső paleolit kultúrában létrehozókat. Mivel hogy nem így volt, ugye, mert a legkülönbözőbb néven szerepeltek a történelemben különféle alakulatok, ezért közli, hogy a legfőbb ér, hogy nem volt népi folyamatosság, és amikor 750 táján s nem elő, a mi őseink is feltűntek a történelmi színpadán, már hírük hanguk sem volt a korábbi népeknek, a szkítáknak,
emlékük teljesen elveszett a mondák világából. Érted? Tehát ugye ennyit akartam ebből a és akkor a végkicsengés, nem volt tehát hangsúlyozni szükséges rokon nyelvünk sem a szkítákival, mivel a nyelvtörténészek általános vélekedése és feltételezése szerint ők indo-európai iráni nyelveket beszélnek. Tehát általános vélekedése és feltételezése szerint. Ugye erre vonatkozóan én a harmadik kötetre kifejtettem ugye az ide vonatkozó nézetet. És a végül pedig, hogy teljesen ugye a munkó oda találjon, ahova ő célzott, a leges legvégén a munkájának azt írja, hogy a címben feltett kérdésre, tehát hogy rokonaink voltak-e a szkíták, azt válaszolhatjuk, hogy Hérodotosz által leírt szkíták és a mi őseink soha nem álltak egymással rokonságban, sem nyelvükben, sem kultúrájukban, sem biológiai mi voltukban. A középkori krónikájukban feltűnő szitja és hundrokonság elméleteknek nyugati írott hagyományokon, és nem a mi saját őseink eredet tudatán alatt. Na, most ez az. Tehát, minek mondjuk tehát akkor ezt az egész kita magyar kérdést? Ezt gondolati zagyvaságnak lehet csak titulálni. Na, ennyit akartam elmondani erről, és most ezt követően ugye nem is inkább a pártusokat, nem a szkítákat mutatnám meg, és azzal a céllal, hogy ugye még tovább lépjünk, ha nem is olyan súlyosan neuralgikus pontja, mint az előző kettő, de mégis az, mivel a nemzeti történetírás születése idején, tehát a 18. század végén a magyar történettudomány születő nagyjai, akik ugye hát elég egységes nézetet vallottak, ők szentül meg voltak győződve arról, hogy a nyugat-európai írott forrásokban, amikor arról beszéltnek, hogy a Kárpát-medencében a szkíta népek közül a hunok, majd később ugye az avarok, illetőleg a magyarok a pártus jelzővel szerepelnek népmeg, tehát etnikum megjelölésként, hogy ennek igenis volt alapja. És ezért szükséges, hogy úgy gondolom, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozunk, mivel ma hivatalos történelmi tudatunkat formáló, az előbbiek szerint működő álláspont szerint a legvadabb dilettantizmus kiejteni a kusán és a pártusi kusán kérdést a magyar őstörténet kapcsolatában. Nézzünk hát szembe ezzel a kérdéssel, és használjuk fel ennek a kedves másik helyen lévő tanítványoknak, Pistók Zoltánnak az összeállítását a vártus anyagról, és közben ugye majd azért hozzáfűzném a véleményemet, szebb képei vannak talán, mint amit az én diáimmal, bár azt is lehet, hogy majd hát felhasználjuk. Itt egy elég nagy bevezetőt készített, ugye, amelyet majd egy kicsit rövidebbre fogunk, amely érdemes azért ugye áttekinteni, hogy a Krisztus születés előtti 7. századtól terjedő időt, mert ugye ne felejtsük el, hogy amiről mi most beszélni akarunk, ugye, ez a pártus dinasztia a Krisztus születése előtti 3. század, 250 körül, 250-247 körültől indul, és tart a Krisztus születése utáni 3. századig, ugye amikor Perzsiában, tehát a mai Iránban, ugye Arszakról, ebből lett az Arszakida, ugye, és ez a dinasztia uralkodott egészen addig, amíg a Krisztus születés utáni 3. században, ugye a Szászanida dinasztiát megalapító Ardasír legyőzte ugye a pártusok dinasztiáját. Tehát itt akárhogy is nézzük, ez kemény félezeresztendő,
Ennek a kemény félelme esztendőnek a históriáját próbáljuk most itt áttekinteni, részben ugye a időrendi vázis, részben térképek alapján, itt ő szépen felvetítette ugye azt, amikor a Méd és Új-Babiloniai Birodalom ugye virágkorában volt még. Tehát itt ez itt ide is van írva, hogy egy Parthia. Tehát ez az a mi területünk, amely majd a kiinduló pontja lesz a vizsgálódásra. A Fekete-tenger, a Káspi-tenger, az Aral-tótól délre, de ez ma, majd látunk egy olyan nagyon ügyesen összeállított, hogy a mai országhatárokat is majd nézzük a következő képet. Tehát itt a babiloni birodalomnak a szellemiségét akarta felidézni. Ugye ez a Berlin Pergamon Múzeumban van, részben rekonstrukció, részben az állatok egy része eredeti, amit ugye még annak idején a német régészeti kutatások során hoztak el ugye Mezopotámiából, és itt pedig már a Perzsa Birodalmat mutatja. Na most itt a Perzsa Birodalomnál nagyon is fontos, hogy ezzel tisztában legyünk, ugye, hogy ez a zölddel jelzett színnel, ugye egy 53 tartomány, amit kérem szépen ugye perzsa nyelven ugye szatrápiának neveznek. És ennek az egyik tartománya ugye a Parthia, amit az előbb már mutattam. És ez az idő a nagy Dáriosznak az ideje, aki ugye azáltal tette híressé magát, ugye, hogy az uralkodás alatt majdnem mindenkit legyőzött, egy valakit nem tudott legyőzni, az kítákat nem tudta legyőzni. Ugye kétszer is vezetett hadjáratot ellenük, és a második hadjáratánál, ami Krisztus születése előtt 513-ban volt, ugye csúfos vereséget szenvedett, ugye az két a nagykirály, becsalogatták úgy, mint a Kutuzó Napóleon, becsalogatták ugye a birodalom középsőri, mindent elpusztítottak, tehát az óriási hadsereg, mert a források szerint a Dáriosz perzsa hadserege elérte a 400 000 főt a segélycsapatokkal együtt, és ezek nem a Közép-Ázsia felől mentek, tehát nem itt mentek be, hanem a könnyebb utat választották, a Fekete-tenger nyugati oldalán törtek be, és eljöttek egész ide a Krím-félsziget, tehát Olbia, Kerszonészusz, Pantikapájon városáig. Itt aztán ugye benyomultak a Füves-sztyeppre, ahol az két a lovasság, amely majd látni fogjuk, a hiedelemmel ellentétben, mint a magyarok, az avarok, a kazárok esetében is teljesen helytelen az elképzelés, hogy ilyen bőgatyás csikósokból álltak volna, egyáltalán nem így volt. Ez a nehéz lovasság aztán behátrált ide a Káspi-tenger és a Fekete-tenger közötti területre, és itt azután úgy beszorították a perzsa sereget, hogy azok dühükben ugye egy levelet küldtek, hogy gyáva kutyákat nevezve az kitákat, akik visszaküldtek egy választ, ugye egy madarat, egy békát és három nyilvesszőt, ugye, hogy amit ezt úgy fejtettek meg, hogyha el nem szálltok, mint a madarak, vagy a víz alá nem bújtok, mint a békák, ja, meg egy egeret, vagy a föld alá nem bújtok, mint az egeret, akkor az kiták nyilaival találkoztok. Mi aztán visszavonultak, de vissza már ezen a területen, tehát a kaukázusi útvonalon próbáltak egy-kik részig visszavonulni. Hát ez Dáriosz korának a Perszepoliszi fővárosnak ugye a jelenleg látható romjai. Ez nem eredeti felvételek, ezt könyvekből vette ő ki, amely jelen pillanatban ez szebben áll már, mert nagyon sokat költött a mai perzsa kormány is, illetve a iráni kormány, amelyet rettenetesen gyűlölnek ugye a vezérük miatt, aki ugye nem kifejezetten zsidó barát, finoman fogalmazott, és ebből következően ugye hát tücsköd bogarat összekiabálnak rájuk, mert hát viszonylag keményen fogalmazták, hogy úgy mondja. Tehát nagyon sokat költenek, úgy, mint ahogy tulajdonképpen a nagyobb viszport, Saddam Hussein is rengeteget költött az iraki kultúrára, rengeteget. Az ő hatalmi vágyából is következett, de tény is való, hogy tehát, persze menjünk tovább közben. Tehát a Perszepolisz
Kapuszi emlékeknek is a bemutatásával azt kívánta ugye a barátunk érzékeltetni, az úgynevezett királyok lépcsője, amely ugye a trónteremhez vezet, a Perszepoliszi trónteremhez vezet, hogy ez egy hatalmas birodalom volt, tehát a szkítákkal való hát sikertelen küzdelem azt jelzi, és ezt én hangsúlyoztam már ugye a hunokkal kapcsolatban is, amikor a hun nagykirályok és azon túlmenően Attila szereplők beszéltünk, hogy nem elégséges ugye, tehát bizonyos részterületeket kiszedni a történelemből és azt hajtogatni és erőltetni, hanem egyetemlegesen összefüggésben kell nézni, ahogy a hunoknak a hatalmas fegyvertínje az volt, hogy két világbirodalmat legyőztek. Ez mutatta igazán az erejüket. A szkítáknak az erejét is azt mutatta, hogy az akkor létező leghatalmasabb világbirodalmat is legyőzték. Tehát ezt nem lehet ugye ilyen pirkákat kergető örök vándorlásban és mindenféle ugye hát primitív körülmények között élő néptömegekkel végrehajtani. Ezt akarja jelezni, menjünk tovább, nagyon ügyesen is, hogy itt egy óriási birodalomról van szó, amely ugyan ért el sikereket, hiszen itt ez a híres, ugye itt látjuk a Behistuni, most újabban ugye megváltoztatták, és Bisztum néven, tehát ha ezzel találkoznak, most Bisztum néven szerepel ez. Tehát ennek a szikla relief, ez egy megdöbbentő emléke az emberiségnek, szerencsére ezt nem érte bántódás. Ugye ez 45 méter magasan van, egy függőleges sziklafalon, elképzelni sem tudom, hogy készítették abban az időben. Tehát úgy tessék elgondolni, hogy ugye ez lehet egy 4 méter 20 ez a belső világ, ez 10-szer, 11-szer növeljék meg, teljes függőleges sziklafal. És ott van kivésve, ugye ez a palota imitáción vonulnak, ugye itt mondták Dárajosz maga, itt ez a Dárajosz alakja, és akkor a legyőzött népek, és az utolsó goma, ha szabad így mondanom, ez a hosszú sapkás, ez a szkíta, ugye a pasrikba, a szkíta pasrikba, mindegyiknek hátra van kötve a keze, de míg a többiek hajadon főt vannak, ő a mágus divat szerinti nagy vaslik süvegben van. Tudjuk ugye a szolgaságnak ugye a jelei közé tartozott, hogy vagy a föveget le kellett venni, az öveg feltétlenül leszették róla, vagy ha a föveg még nem volt egy, és még jobban meg akarták találni, akkor kopaszra nyílták. Tehát nem véletlen, hogy ez megmaradt mind a mai napig is, tehát az újkorig. Hogy volt is egy újságcikk, óriási feláborodás volt a bizonyos bolsevik oldalon, ugye, hogy egy székely, egy társaság ugye azt a gondolatot vezette fel, hogy úgy kellene küzdeni az asszimiláció ellen, hogy mindazokat a magyar lányokat és asszonyokat, aki románhoz, szlovákhoz, szerbhöz megy feleségül, azt nyírják kopaszra. És ugye, hát ez ilyen tréfásan volt ez kifejtve, de ez régen nagyon divat volt. Hát más nem mondjak, hogy amikor ugye a németek ugye megszállták ugye Franciaországot, és azokat a hölgyeket, akik jóba voltak német tisztekkel, vagy katonákkal, azokat mind ugye kopaszra nyírták, és befestették a hátukat, hogy nácik, borovák, stb. Felirattal, és így kellett nekik jönni-menni, tehát ez egy ősi idő, és ugye ezt látjuk itt, hogy itt egy különleges helyzetben, ősi szokás, különleges helyzetben van ez a szkíta férfiú. Most ez mindez azért fontos, hogy ezt itt hangsúlyozom, mert ugye amikor az arszakidáknak ugye az arszakkal az élet, az uralma kezdődött, akkor a történetírók, amelyek közül különösen ajánlanám a figyelembe, kérdezően szépen ugye a legfontosabb Justinus nevű férfiút, aki egy Pompeius Trogus nevű történetírónak a könyvét írták, világtörténet címe a művének, magyarul is megvan a fordítása, nagyon ajánlanám, rendkívül izgalmas, érdekes olvasmány,
és nagyon szép magyar fordításban lehet elolvasni. A másik híres könyv pedig, majd arról is mindjárt szó esik, Curtius Rufus, szinte egyáltalán nem ismeri. Sajnos nem egyedi dolog, hogy nem olvasunk forrásokat, vagy nem olvasunk forrásokat sem. Tehát ez is megvan gyönyörű fordításban. Nemrégiben, 2005-ben a Szukics kiadó adta ki Curtius Rufus, a makedóniai nagysándor története, ez a címe. Feltétlenül érdemes volna, hogy felfigyeljenek ezekre a forrásokra, és még üdvösebb volna, ha olvasgatnának ki belőle, mert ezek egyértelműen elmondják, hogy, és itt jön az, hogy miért taglalom én ezeket, itt már Nagy Sándorhoz el is érkeztük, mert ugye azt mondják, hogy a pártusok, a pártia szatrápiában lakó pártusok, kik voltak, teszik fel a kérdést, nem csak ők, hanem Frollus például, és hát egy csomóan még a későbbiekben. És azt mondja, hogy ezek szkíták, mégpedig azok a szkíták, akik a Káspi-tengernek, ugye helyes, a Káspi-tengernek ugye a keleti, délkeleti oldalán éltek, és akiket a történeti források ugye daháknak neveztek. Ugye, ezek a dahák önmagában is érdekesek, mert ilyen formában is szerepelnek, görög és latin formában is, és ha ezt jobban elelmélkednek rajta, akkor világosan felrémelhet, tehát, hogy ez az erdélyi dákokkal is bizonyos kapcsolatban lehet, hiszen annyira hangsúlyozzák, ugye, hogy ezeknek a szkítáknak különféle elnevezései voltak, mint ezért mondtam a nevezhetetlen kollégámnak az észbontó, a primitív magyarázatát, hogy a népnevek az úgynevezett etnonimjának neveztük, ugye a népelnevezések, azok a legkülönbözőbb nyelveken mások is mások. Mert például a szkítáknak ugye az asszírok által ugye a neve Askenáz volt, vagy Iskenáz. Az csak hava tartál, hogy ugye ezt egy másik csoport vette át mostanában, ugye a szefárd és askenázi zsidó csoportokra gondolok. Tehát az asszírok így nevezték a szkítákat. A görögök nevezték szkítának. A babilóniaiak Ummanmandának nevezték őket. Ugye? A perzsák pedig dahának és masszagétának nevezték. Tehát mit ugyanaz a népes? Tehát ugye érzékeleti a képtelenség, hogy a népelnevezéseknek nincs folyamatossága. Hát nem is lehet, mert mindegyik nép a maga nyelvén, a maga környezetében, a maga világában másképp nevezte el ugyanazhoz a... Ez nem jelent ugyanazhoz a népcsoporthoz tartozó népeket. Ez nem jelenti persze azt, nehogy történelmietlenek legyünk, hogy ezt úgy kell felfogni, hogy azonos genetika, azonos nyelv, azonos tudat, nem erről szó nincs. Hát ez minden ókori világ, bármelyik nagy civilizációt nézünk, Kínától kezdve a Római Birodalomig, vagy az ázsiai hunoktól, a szkítáktól kezdve ázsiai hunok, európai hunok, avarok, magyarok világáig, mindenütt számos népből, különböző nyelvű, vallású, genetikái népekből tevődtek össze, amely természetesen egy valami érintkező nyelv, ezt lingua franca-nak nevezzük, mert ugye valahogy kellett, hogy beszéljenek, nem mutogathattak, mint a kuka. Ugye nyilvánvalóan, hogy volt valami vezérnyelv, mint ahogy most is van, ugye egyre kocsikapul érezhetjük magunkat ebben a vezérnyelvben, de régen is kellett legyen nyilvánvalóan, nem véletlen, hogy az uralkodóknak ugye már a régi időben, például ebben a Nagy Sándor időben is töménytelen tolmács állt a rendelkezésük. Hát Hérodot azt leírja, hogy amíg eljutottak a kereskedők a Fekete-tenger vidékétől ide az Urál-hegység, tehát a történeti jajfolyó, 7 tolmásnak kellett menni a küldöttséggel, hogy megértessék magukat. 7 tolmásnak írja ő. Most a Nagy Sándori Birodalmat itt láttuk az előbbiekben, itt azért fontos megint megállni túl a szkíta eredet kérdésén, és hogy a pártus problémát is megértsük, mert
Ugye a pártusokkal és a később majd a kusánokkal kapcsolatosan is a mai hivatalos és már a korábbi tulajdonképpen nézeteknek is ugye a legfőbb ellenérve az volt, hogy a magyar őstörténettel való kapcsolatnak semmiféle történeti hiteles alapja nem lehet, hiszen a pártus dinasztiának közel fél ezer eszendős perzsa uralkodása idejéből fennmaradt források döntően akár a fészverést, akár a nagykirályoknak a levelezéseit, tehát a kancelláriáit, hogy ilyen szóval éljek, anyagát vizsgáljuk, ezeknek a nyelve vagy görög, és itt jön nagyon fontosan, vagy görög, vagy a később időben, a kusánok esetében, ugye az indiai karotinak nevezett írás, az érméken is ezeket látjuk, tehát ugyanakkor ez azt sugalta, hogy ezeknek nem tudjuk, hogy milyen volt az eredeti nyelve és a kultúrája. Valóban nem tudjuk, ezt meg kell mondani. Mint ahogy a szkítáknak a nyelvét sem tudjuk valójában, hogy tehát az, hogy ők az uralmuk során, amikor elfoglalták ezt az óriási birodalmat, amely végül is a perzsa, a dárajoszi birodalom után a Nagy Sándori időben teljesedett ki, ennek a hatalomban való megtartására természetesen átvették a korábbi gyakorlatot, nyelvet, kancelláriai gyakorlatot és minden olyan formaságot, amely az uralmuknak a biztosítására szolgált. Most a Nagy Sándorról meg azért kell egy pár szót még szólni, mert nagyon-nagyon kiment az emberek történeti ismeretek vonatkozásában az érdeklődő emberek tudatából is, hogy Nagy Sándor valóban rendkívüli hatású volt az egyetemes Eurázsiai, sőt az emberiség történetére, nem csak azáltal, hogy 13 esztendő áll csak rendelkezésére, amíg ugye végül is egy maláriás megbetegedés ugye fiatalon elvitte, de ez alatt a 13 év alatt felforgatta a világot, ez szószoros értelmében. De a legfontosabb tevékenysége az volt, hogy ugye innen a mai Észak-Görögország és Dél-Bulgária térsége, ugye Macedónia, innen kiindulva már az édesapja, ugye második Filipposz vagy Fülöp király, akinek megjegyzem az a világhíresség, hogy előkerült a sírja, sértetlen állapotba, akinek módja van rá, feltétlen tekintse meg, ugye a görög világnak az egyik csodája, hogy a Filipposz sírja, és a benne lehet mellékletek, így festett egy Krisztus születés előtti 4. századi királyi temetkezés, és az ő gyermek ugye Alexandrosz, aki a Nagy Sándor nevet kapta, aki annyira beleszeretett a keleti világba, ugye, amely tulajdonképpen a kínai birodalmi terjedő volt, hogy nem csak hogy legyőzte őket, ugye ez a híres hadjárata, hanem teljes egészében görögké kívánta tenni az egyetemes világ. Most ennek az a különleges jelentősége, főleg most, amikor itt uniózunk nyakra főre, hogy ő volt az első, aki valóra is váltotta, mert később aztán ez megismétlődött szándékában a hunok nagy királyának, Attilának az korában, de az sokkal később volt. Tehát ő már a Krisztus előtti 4. században bevezette, nem csak elgondolta a nagy különbség, bevezette az egységes érintkező nyelvet, a görögöt, az egységes birodalmi útrendszer Nyugat-Európától Kínáig, az egységes városi alaprajzokat. Ő határozta meg például, és az ő emberei, az ő kormánya, ha szabad így mondani, hogy hogy nézzen ki egy város, hogy annak a közepén van a fórum, hogy hol helyezkedjenek el a kulturális építmények, az amfiteátrumok, a cirkuszok, hol legyen ugye a vásárcsarnok, a macellumok, és ezeknek mind pontosan megtervezett elrajza szerint épültek fel a városok tulajdonképpen a mai Spanyolországtól a keleti kínai tartományokig bezárólag, és annyira belelkesült, hogy azt szerette volna, hogy egy néppé olvadjon össze kelet és nyugat. Ennek egy csodálatos magyar vonatkozása is van, a ma már sajnos nem élő írófejedelmünk Sütő Andrásnak, ugye,
ha szúzai menyegző, ugye erről szó. Hát, hogy összeházasítani akarta, a harcosainak parancsba adta, hogy el kell venni perzsa lányokat. Ez még bent is ugye az elején, ugye az első hónapokban, nagy örömmel. De ugyanígy megparancsolta a perzsa előkelőségeknek, hogy fejvesztést erre mellett macedon és görög lányokat, hogy összeolvadjanak, hogy egy néppé váljanak. És ez azért rendkívül jelentős, mert hogy amikor Nagy Sándor ilyen drámai módon 13 év után ugye meghalt, az utódai felosztották a birodalmat, ugye emlékeznek rá, ugye, hogy az egyiptomi részt a Ptolemaidok kapták, ezt a részt Szeleukoszról, a Szeleukidák, tehát ezt a, ami itt látjuk kérem szépen a csata jelenetet, a híres csata jelenetet, ugye amely Pompejben van, ugye a, itt ő a Nagy Sándor, itt ezen a lovon, ugye, aki ugye legyőzi a perzsákat az Iszoszi csatában, itt látjuk, ez sajnos éppen a megsérült, ugye a Bukefalosz nevű lován, ugye látjuk őt, mert ugye néhány esetben tudjuk a lovak nevét is, itt jegyezném meg, hogy még az én könyvemben is hibásan szerepel ez az adat, nem a Nagy Sándorról, csak ugye van egy nagy magyar király, akinek tudjuk a lovának a nevét, ugye a Szent László királynak a szögnevű lová. Most ezt is zárójelben jegyzem meg, mert ugye itt is látszik, ugye, hogy Nagy Sándor egy barna lovon ül, tehát egy sárgás barna lovon ül, amely azért feltűnő, mert noha roppant kedves volt ugye ez az úgynevezett pejs, sárgás barna ló, ugye az előkelőségnek, a királyoknak, a nagykirályoknak, a fejedelmeknek, a nagyfejedelmeknek, nem véletlen, hogy például az Kinta és a Hunsírokban eltemetett lovak kivétel nélkül aranysárgák, tehát színűek. Ugye nyilvánvaló, hogy az aranyszíne okán, mint a napnak, a teremtő Isten napszimbólumának ugye a rokon fénye, az arany, amely soha nem oxidálódik, örök mindig sárgán ragyog. Tehát nyilván ez is belejátszott, de azért tudni való, hogy nem véletlen, hogy vallási szempontból is legelőkelőbb a fehér ló volt, nem véletlen a fehér ló, mondta, ugye mi nálunk is. És ez késő időkig megmaradt, hogy amikor a magyar királyok is a legelegásabban, a legmagasabb méltósággal akartak jól, mindig fehér ló volt. Tehát, és ez a szögnevű is befejezett, mielőtt még a fehér lóra rátérnék, azért mondom, hogy az én könyvemben is sajnos hibásan szerepel, mert egy olyan hát, fordítást vettem én is alapul, és nem voltam kritikus, most önmagamat meg is megkritizálom, hogy minden ábrázoláson, ahol Szent, illetve hát akkor még nem király, csak herceg, szászló szerepel ugyanúgy, mint Nagy Sándor esetében, barna lovon ül. Tehát amikor én azt vagyis világossággal lovon ül. Tehát a sötét barna szög nemű elnevezést helytelenül fordítottuk, értelmeztem én is, mert ugye a képeken világosan látszik, hogy nem sötét barna lovon ül a Szent László, a falképeken a templom, nézzék csak meg, és hát ez egy durva iga volt, hogy ilyen, de ilyeneket is elkövetik. Tehát akkor, amikor az ember beleesik abba, hogy átveszi ugye másoknak a ezért kell nagyon a kritika, tehát úgy tessék olvasni, úgy tessék tanulni, mindig mindenkit, engem is beleépve messze menően kritikával fogadni. És ha az ember kritikusan kezdi nézni, akkor rádöbben ilyenekre, mint ahogy én is rádöbbentem arra, hogy Istenem, de szamarad írtam. Na, ha mindenki ezt írja, hogy a szögnevű ló az azt jelenti, hogy barna, hogy sötét barna. Ugye, mint mondottam, a Nagy Sándor utáni időszaknak a térképét vetíti fel, amikor Nagy Sándor halála után ez a térség, tehát a klasszikus Perzsia, ugye Szeleukosznak az uralma alá, és az ő került, és az ő utódait ugye Szeleukidáknak nevezik, amit itt szépen föl is írta a barátunk, ez Krisztus születés előtti 311 és 155 között történt, amikor ugye ez a Nagy Sándor által elkezdett úgynevezett görögösítő kultúra teljes virágjában volt, Szognia esetében, Baktria esetében, Pátria esetében, ezek a média esetében,
teljes egészében ez a görög reneszánsz, hogy úgy mondjam, virul, amely ahol nem tudta a szkíta származású pártusok sem kivonni magukat, talán nem is akarták, és azt is írja a történeti források, elsősorban ez a kettő, akit ide felírtam, hogy az pártus szó maga azt jelenti a szkíták nyelvén, hogy száműzöttek. Tehát ők a szkíták száműzöttjei voltak, és mint a szkíták száműzöttjei kerültek ugye át a perzsa birodalomba, és szerezték meg óriási katonai erővel léptek fel a hatalmat, ugye az addigi perzsa birodalom fölött. Na most ez a száműzöttség, ez igazából, hogy maga a pártus szó, ugye a pártej ezt jelenteni, amelyet a régi magyar történetírásban kapcsolatba hoztak akkoriban a 18. században, ne felejtsük el, és a 19. század elején, azzal a kifejezéssel, hogy elpártol, ugye, hogy ez talán egy ilyen ősi szó lenne, rendkívül durván megtámadták a finnugrista nyelvészek ezt a kijelentést, mondván, hogy közismert dolog, hogy a pártejből származik ugye a magyar párt szó, ami egyáltalán nincs igazolva, hozzáteszem zárójelben, hogy minden magyar szó ugye, valahonnan le kell tudni vezetni. Ha nem, akkor ismeretlen eredet. Tehát nekünk ősi magyar szókincsük nincs. Tehát ez valahonnan mind átvettük, vagy ha nem vettük át, akkor még nem tudjuk, hogy honnan vettük át. Most ha figyelembe veszik azt, hogy Arany János kiszámította, hogy a magyar nyelv a szógyökök, illetve a szóbokrok teljes kifejtésével több mint 1,5 millió szó kincsből áll. Tehát, és akkor, ha az úgynevezett finnugor alapszókészlet teljes lélekszáma, idézze be a lélekszámot, 600 szó, amely valamilyen úgynevezett finnugor nyelven megvan. Tehát az összes többi szavunkat állítólag átvettük valahonnan. Tehát, és ilyen értelemben támadták meg a pártust is, hogy micsoda fotorság, ugye, amikor a német szóból vették át, ugye, mert addig nálunk ugye elpártolni, ezt nem is tudtuk kifejezni. Mert hát nem tudtunk kifejezni semmi, mert a 600 szó tényleg csak arra volt elég, hogy kimegy, bemegy, kinéz az ablakon benné, de még az sem, mert az ablak szó sem magyar, a megy szó sem magyar. Tehát tulajdonképpen nem is tudom, hogy mire volt elég, de mindenképpen ezt retten szemére vetették, és a pártus magyar kapcsolatoknak az egyik legneuralgikusabbá tett pontja volt ez, hogy nevetség tárgyával tegyék, hogy lám, ez a Bartal György az egyik nagy régi tudósunk volt, egy nagyon kiváló ember volt Bartal György egyébként, nemrégben reprintben is kiadták a könyvét, ezt is érdemes elolvasni. Hát természetesen olyan módon kell olvasni, ahogy egy 200 esztendővel ezelőtt írt könyvet kell olvasni. Ő rettenetes híve volt, hogy a pártusok azok igenis tovább éltek, és a mi hűseinkben ugye pártus vér van, tehát az Álmos Árpád hűseiben. És ezzel lenni támadás volt egyik vezéreszmélye. Tehát itt látjuk a Szeleukidákat, és ennek az elgörögösödésnek azért van rendkívül jelentősége, mert a pártusok íme itt szépen felsorolja, itt ezt nem is olvasom el, majd elteszelek onnan olvasni, ugye, hogy milyen forrásokat használnak, ugye ezek közül már Strábotit nem említettem, Justinus említettem, és itt Curtius ő nem említi, de talán majd később jövőben említi. Tehát ennek a pártus világnak az egyik legfontosabb tanulsága, a legnagyobb hozadéka tulajdonképpen az, hogy azt biztosan lehet venni, amennyiben egyáltalán a históriának hiszünk olyan értelemben, hogy a források azok valamit érnek. Ha azt mondjuk, hogy a források nem érnek semmit, akkor természetesen történetben ne foglalkozunk. Akkor felejtsük el, a túl azon, hogy van egy nagyon fontos mondás, nem nagyon népszerű a bolsevizm keretei között az a személy, aki ezt szülte, ezt úgy hívják, hogy Friedrich Nietzsche. Nem egy fölkapott a bolsevik világban, nem egy fölkapott filozófus, aki azt mondta, és ezt átadom az úti tanisznyájukat, tegyék bele, hogy a történettudomány, a történelem, ugye,
amennyiben az életet kívánja szolgálni, nem lehet soha objektív, nem lehet soha objektív, mert olyan, mint a matematika, mert akkor nem az életet is, a nemzetet szolgálja. Tehát világos, ugye, amit ő mond, nagyon komolyat mond, hogy tehát nem lehet elvárni a történelemtől, a históriától, a történettudománytól, hogy olyan exakt legyen, mint a matematika, mert nem az a rendeltetése. Ezért tette Nietzsche hozzá, hogy ha az életet akarja szolgálni, már a historikus, a históriás és a történetíró, tehát ez egy nagyon fontos, mennyi tovább közben, tehát olyan útravaló, amit azt hiszem, hogy aki történelemmel bibelődik, vagy az iránt érdeklődik, annak a számára ez alapvető, és hát természetesen itt a hangsúly túl azon, hogy az életet szolgálja, az utolsó szavakban a igazából a hangsúly, hogy a nemzet érdekében. Tehát természetesen az adott nemzet, hogy nem félreértsük, ez nem csak a magyarra vonatkozik, ez mindegyikre vonatkozik, amelyet azért általában sajnálatos módon a magyaron kívül általában beszoktak tartani. Tehát a nemzetek ezt eléggé beszoktak tartani, és különös módon ennek nyomós oka van, erről már sokszor beszélünk, hogy miért van az, hogy pont a Magyarországon ez nem így van. Ennek ugye nyilvánvalóan, mint sokszor utaltam már rá, az az oka, közben mehetünk tovább itt, tehát ennek az előbbi forrásoknak az volt a lényege, most ugye látjuk befejezem még a mondatomat, hogy az a titka ugye, hogy sokszor elmondtam már, de nem elégszer talán, még mindig, hogy nem a mi nemzettestünkből való uralkodó réteg kormányozta és kormányoz lesz az ország. Ez a titka. Ez a titokban. Ez igaz. Na most visszatérve a pátusokhoz, mert ez sokkal kevésbé sikambós téma, mint ez, bár annak is megvan a maga hátulütője. Tehát itten kérem szépen, ez a bizonyos szatrapia, amit itten tetszek látni, ugye, amely óriási jelentőségű a felette lévő Koreszma állam, a tőle keletre fekvő szogdiánai Baktria, illetőleg a Kaszpi-tengernek, ugye Hirkán-tenger, az az ókorban a neve, ez ugye Örményország, a kaukázusi térségben, és itt pedig a média. Na most itt mielőtt a pártusoknak, akik, még egyszer mondom, hogy a források szerint ugye számüzött szkíták, daha szkíták, mindegyik forrás, amely velük foglalkozott, már pedig nagy számban foglalkoztak velük, azok hangsúlyozzák, hogy nem rokonai a perzsák. Ez nagyon fontos körülmény. Tehát nyelvileg sem rokonai. Hát nyilvánvalóan, hogyha rokonai lettek volna, akkor ezt kihangsúlyozzák. Tehát egy olyan népcsoport telepedett a perzsákra, akik megszerezték a legfőbb hatalmat, a teljes hadsereg a kezükben volt, ez a híres pártus hadviselés, majd később szó lesz róla, de nem azonosak a perzsákkal, sem genetikailag, sem nyelvileg, sem kultúrájukban, viseletükben. Nem azonosak. Úgy annak ellenére, hogy az uralom nyelveként a görögöt használták. Tehát görögbet, például az érvényeket, görögbetűvel vannak fölírva a királynevek, ugye itt is egy történeti összegzés nagyon precíziósan próbálta a kollega úr ezt összeállítani, tehát hogy milyen események zajlottak le ebben az időben, ugye amikor a harmadik századot követően fokozatosan ugye győzik le a környező területeket, egyik szatrapiától másik után. Tehát itt az a térkép, amivel utaltam, hogy nagyon értelmesen ez a kollega úr megmutatta, hogy ma hogy fest ugye ez a térség, tehát ugye itt ez a legfontosabb számukra is nagyon fontos terület, a mai Türkmenisztához tartozik. Itt van egy igen fontos pártus város, itt hagytam abba egyébként, hogy mi a jelentősége igazán a pártusoknak a magyar őstörténet, és egyáltalán az egyetemes úgynevezett eurázsiai lovas népek történetéből, mégpedig le, itt van, kérem szépen, nem, ez a térkép most nem tünteti fel, ez csak a mai állapotot tünteti,
ide esik egy óriási, régészetileg fontos hely, Nisza. Ez a neve ennek a városnak, az angolok Y-nal írják, de nekünk nem kell, és itt akarok magyarilag ígértem, kérem szépen egy protestáló kollégának, ugye, hogy a szkítát szittyának szoktuk a magyarul mondani, így van, tehát tessék úgy gondolni, de a forrásokban ilyen név nem szerepel, sem a görög, sem a latin, sem a szír, örmény és adami forrásokban, ezt magyarok magyarosították így szittyára, és de természetesen helyén való, hogy egymás közötti beszédben nagyon helyes, hogyha szittyát mondunk a népelnevezésben. Tehát ez a Nisza azért rendkívül jelentős, mert igen nagy mértékű ásatásokba kezdtek itten, és ez a mai Türkmenisztán területére ide esik körülbelül Nisza, tehát ide, és ugye ez a térség ugye zömmel lát, Irak, Irán, illetve egy kis részben Afganisztán, egy kis részben Pakisztán, tehát ez az ókori Pártus Birodalomnak a térsége, és igazából az a jelentősége, és ezt szerettem volna jó pár fólián is megmutatni, lehet, hogy még lesz idő rá, lehet, hogy nem lesz idő rá, hogy ugye azt a Niszában is egy, ugye itt az elsivatagosodás következtében teljesen megváltozott a világ. Nem tudom, hogy valaki járt-e azon a tájon, nekem volt alkalmam több ízbe járni itten, tehát senki rá nem gondolna arra, hogy ez a Kizilkum és a Karakum sivatagóval szólt, keletebbre ugye a Góbi sivatag következik, hogy ezen a bizony kietlen és kiábrándító tájon, ha az ember valahogyan végigmegy, vagy legalább egy részén, akkor el nem képzelné, hogy itt valaha nem hogy élet, hanem magas kultúra volt. Most ennek ugye az volt a titka, és azt szeretném itt most elmondani megint csak nagyon fontos tanulságként, az volt a titka, hogy ebben az övezetben, tehát ez a klasszikus, az elő-ázsiai térség, illetve a mezopotámiai térséghez kapcsolódó Közép-Ázsia és Belső-Ázsia térségében az úgynevezett oázis kultúra volt ezredévek óta meghatározó, ami azt jelenti, kérem szépen, hogy az ég alatti viszonyok miatt az öntöző csatornás megtelepedés volt az, ami csodálatos virágzást adott ezeknek a városoknak, településeknek. Mihelyest az öntöző rendszerek bármilyen okból megszűntek, halott lett a táj, és ennek a, ez nagyon tudatosan folyt, kérem szépen az évezredes történelmek során. Tehát amikor egy hatalom teljességgel meg akarta szerezni a fennhatóságot az emberek is a terület fölött, akkor két dolgot műveltek, ugye az egyik dolog volt az, hogy elpusztították az öntöző rendszereket, a másik dolog volt, ami máig ugye ránk is kiírtatos példaként lehet használni, hogy a népnek az értelmiségi, szellemi vezetőjének kell semmisíteni. Jó példát tudok mondani, amikor az arabok a Krisztusszeretés utáni 7. század elején, vagy 8. század elején elfoglalták Közép-Ázsiát, az első dolguk volt ezen a térségen, itt a Közép-Ázsiai térségben ezt a területre értendő, hogy egy hírhet arab vezér, hírhet, nem érdemli meg, de azért fölírom, Utejbának hívták, az egyik legvéregzőbb arab hadvezér volt, aki megalapozta azt a gyakorlatot, ezt későbbiekben is üzték minden birodalom, majd gyakorlatilag, hogy ugye, kiadta a parancsot, hogy meg kell semmisíteni az összes öntözőcsatorna rendszer, az összes olyan pálmaligetes, növényes területeket kiirtani, vert össze Izrael-Palesztin vita, ugye minden az első dolguk a palesztin terület elfoglalni, kiirtják a pálmafákat és az olajfákat kivágossák. Ezt csinálták már az adott korban is, és utána pedig összefogdosta ennek a térségnek ugye az értelmiségét. Van egy adatunk, hogy 1600 tudós papot, tudós
hozatott, szóval fogadott el, és ezeket három napon belül lefejeztette, mind az 1600-at. És utána pedig a palotáknak, főleg a kolostoroknak a forrásanyagát elégette. Tehát egyik pillanatra a másikra halott lett a táj, tehát így kell ezt csinálni, ugye azóta is ez a módszer, hogy az értelmiség azért nem is lesz soha nekünk se kikeletünk, hogyha nem lesz egy tisztességes, becsületes, nemzetéhez hű értelmiség, mert hiszen a bolsevizmust is nem a proletáriátus csinálta, hanem az áruló baloldali értelmiség. Mindmáig is ez a helyzet, ugye ezért mondják sokan, hogy az írástudók árulása, ez így van. Ez pontosan így van, és ezért nincs is kiút belőle, tessék megnézni a napi eseményeket. Minden oldal. Minden oldal. Na most ugye itt visszatérve, tehát ott tartottunk, ugye Türkmenisztánban vagyunk, Niszában. Tehát ez úgy kezdődött ez az ásatás, hogy a homok tenger alól 4-5 méter vastag homokréteg alól ásták ki ezeket a helyeket. Az igazi szenzációja és történeti szenzációja ennek a pártus, úgynevezett pártus kérdésnek abban rejlik, hogy ezeknek a feltárásoknak tehát a homoktenger alól előkerült hatalmas városok, erődítmények, várak, amelyek közül mind ezen a térségben, itt Niszában, mind Észak-Irak területén, például az egyik nagy szent városok, ugye a pártusoknak ugye a birodalmában a legfőbb város, fővárosok ugye volt ugye Tészifon. Ha véletlen valaki eljut arra, ennek a maradványa ma is látható, ugye Ekbatana, amely ma is virágzó város, Hamadán névre hallgat, ugye? Hamadán névre hallgat, ez az Ekbatana, ugye, ami a másik fontos helyük, ugye? Akkor ez a bizonyos Nisza, amely egyházi központ volt, itt koronázták a pártus királyokat, és itt temették el. Sajnos az expedíció egyetlen király sírt sem talált meg, viszont megtalálták a királyi palota kancelláriáját 2000 darab táblával, feliratos táblával, és megtalálták a királyi kincstárt, amelyben mérhetetlen tömegű, majd látunk egy-kettőt belőle, kincs halmozódott fel. Elsősorban és itt mutatja meg a szellemiséget, ugye a szintja, szkíta világ emlékei, az állatfejes ivókürtök, 40 darab ezüst, arany és elefántcsont, csodálatos darabok a világ bámulatára. Egy-kettőt majd ezen a képen is látunk. Ezek az alkotások, ez egy kicsit téves, mert ugye nem tudjuk, hogy ez Suréna volt-e, tehát minden esetre ez is egy feltevés. Ilyeneket ugyan nem találtak meg, és magát a király sírokat sem lelték meg ez idáig. És azután másik ilyen fontos hely, ugye az észak-iraki Hatra, ez ma is megvan, ennek a képeit is gondolta, egy-kettőt ő is megmutat, de ez az a hely, ahol ki sem merem mondani, hogy 40 évvel ezelőtt magam is fényképezhettem, és tényleg bámulatos emlékek maradtak meg, ugyancsak zömmel a homok alól előkerülve, de olyan épületekre gondoljanak, amelyek teljes kifejletükben 6-8 méter magasak, és tehát itt előkerült a csodálatos naptemplom, azt hiszem az lesz éppen talán az ő összeállításában is, menjünk tovább. És itt most mielőtt, hogy ezt is értelmezem, tehát itt a katonai ereinkkel kapcsolatban hangsúlyozta ki itt a mi szeminaristánk, ugye az, hogy milyen hihetetlen erejük volt a pártusoknak, akik teljesen átszervezték a perzsa harcművészetet, elsősorban pontosan a katafrakták, a nehéz lovasok segítségével, ugye akik ez is egy szkíta, szitja, szkíta harcmód volt. Tehát ugye a kétféle ló van, ugye az egyik a négy ütemű járású, ezt tudják micsoda? És a két ütemű járású, ugye a négy ütemű az úgynevezett normál ló, eljön, hogy itten egy huszár sincs. Tehát kérem szépen, ugye, amikor a jobb melső láb és a bal hátsó láb lép, akkor jobb első láb, bal hátsó láb. Ez a négy ütemű ló. Ugye a két ütemű az úgynevezett poroszka, amelyikben együtt lép a bal, jobb
hátsó, melső, melső, hátsó, ennyi. Ez egy ringást ad, ez is nevezik poroszkának, tehát sokkal kényelmesebb benne ülni, mint a négyütemű járásulónál. Ennyi, itt a lovasok nincsenek. Na most ugye ez a nehéz lovasság esetében rendkívül jelentős volt, mert ugye az úgy történt, ugye ennek kapcsán mesélem ezt, úgy történt, ugye, hogy a lovat is ugye vérbe helyezték, ugye az úgynevezett pikkelypáncélba, ugye, ami ilyen lemezekből van összerakva, ugye, és a testén is, és a lovaknak is lemezekből álló páncélzata van, és ezek egymás mellett szorosan lovagolnak, vagy állnak fel, és ugye ilyen falangszerűen lándzsával, előre szegezett lándzsával, mint egy erőd nyomulnak, ezt a pártusok vitték a legmagasabb fokra, és itt az csatát mutatja meg ez a kép, amikor ugye a világnak akkori három nagy, illetve hát négy tulajdonképpen a később tárgyalandó, illetve lehet, hogy nem is tárgyalandó már, kusánokat is ide számítjuk, ugye a Római Birodalom, a Pártus Birodalom, a Kínai és a Kusán Birodalom, ezek voltak ekkor a világ urai, és akkor Róma azt hitte, hogy Krisztus születése előtti első évszázadban vagyunk, azt hitte, hogy neki senki nem tud ellenállni, és ugye amikor a római triumvírek egyike, ugye Crassus óriási sereggel, 40 légióval, ami óriási sereg, ugye 6500 gyalogosból áll egy légió, 732 lovas egészíti ki, ugye 50 nehéz harci gép, vagy katafrakta és ballista, és 6000 segít, auxilia segít csapat, tehát tulajdonképpen 13000 ember egy légió, és akkor 40 légió felvonult, hogy most lesöprik ugye a pártos birodalmat, és akkor ugye, hát itt Kárvinál, ez fönn van a Törökország felé eső csúcson, itt Kárvinál, mint ahogy látják, ki van írva, ugye fölállt ugye a pártus vezért ugye Szurénának hívták, állítólag azért is mutatta meg ezt a gépet, hogy az a szobor őt ábrázolná, ez így bebizonyítva, és itt a római sereg, ugye, tehát itt vannak a nehéz lovasok, itt vannak a könnyű íjászok, és akkor ugye így vették körbe a nézőkbe felállt rómaiakat, majd nézzük a következő gépet, és akkor ők kicsalták, ugye ezzel, ez is egy nagyon fontos, ugye itt mutatja, hogy kicsalták ugye a szokásos menekülés sztorival, ugye a rómaiaknak megbontották ugye a harci négyszögét, és egy színlelt meneküléssel ugye kicsalták maguk köré, utána ugye hátrafelé nyilazás, ezt pártus nyilazásra hívják mind a mai napig, ugye ami nem egészen úgy értetni, megint lovas, ha nincs lovas, akkor ezt is pusztába kiáltott szó. Tehát ugye ez nem úgy kell elképzelni, hogy ők csak hátrafelé tudtak az íjjal nyilazni, hanem úgy kell, ugye, hogyha ültek volna, ugye már lovon is fogtak volna íjat, akkor ezt tudnák, hogy ugye igazán komoly erő csak oldalról lehet, ugye, elől nem lehet, hogy a lófüli le nem kaszakolja az ember ugye az íjával, tehát csak oldalt lehet, és ez úgy történt, ezt csinálták itt a pártusok is. Nagyon sokat tudunk erről a csatáról, hogy csak például egy adatot mondjak, hogy a kilőtt nyilvesszik számát illetően éppen az írott forrásokban, többek között még az én nagy elődruszám Cornelius Tacitus is írja, hogy több száz tevére volt kötve, több millió tartalék nyilvessző, több millió, amit ugye állandóan ugye pótolták, mert amikor a pártus lovasság ugye a rómaiak eléért ilyen félkör alakban száguldottak előttük, de olyan távolságra, hogy ne érjék el ugye a római lándzsák őket, amikor dobálták, viszont az ő hatalmas erői reflexiaik, ők huníjat használtak, a 130 centis huníjat, hatalmas huníjat, baromi erővel, olyan erővel, hogy ma is a páncért simán átveri a harcnyílveszék. És akkor ugye, amikor elvágtáztak előttük, mondjuk ha itt maguk a rómaiak, akkor elvágtáztak oldalról ugye lőttek rá, és tovább vágtatok. Ez azért volt szükséges, mert ugye
6-8 veszélyt tud a markába tartani, mondjuk a Kassai Lajos tud 8-at tartani a markába, és azokat fordítja rá. És amikor kifogyott a kezéből, akkor ki kell venni a tegezből. De ezt nem tudja megcsinálni a rómaiak is, vagy akármilyen ellenséggel, mert közben lekaszabolják. Azért kellett elnyargalni, ugye, hátra, és amíg jött a következő, addig ő kiszedte a tegezből a következő 8-at, és akkor megint rákerült a sor, megint kieresztette a 8-at. Úgyhogy olyan hatalmas nyíl zápor zúdítottak rájuk, hogy a rómaiak teljesen idegösszeomlást kaptak, úgyhogy a maga ugye Crassus fiát elfogták, lefejezték, és a fejét lándzsára tűzbe vitték ugye a lovasok, mutatni, hogy ez lesz veletek. Úgyhogy az apja is fogságba esett, menjünk tovább. Ez volt a két ilyen nagy, ugye van, amit a római császár soha nem tudta kiheverni, ugye itt a római lovasságot látjuk. Az egyik ugye Varus hova tetted a légióimat, ugye a germánokkal szembeni nagy vereség, és a másik ez, amit soha nem tudta kiheverni. És itt ugye minden légiós jelvényt ugye összedobáltak a pártusok, és vitték ugye megbilincselve Crassust is, ugye ne ezt is csak zárójelben mesélem el, hát úgyse mesélgetek mostanában maguknak, hogy milyen a történelmi fintor, ugye, hogy Crassus, az idős Crassusnak ugye nem volt elég, hogy a fia fejét hordozzák ugye lándzsát, hanem ő már nem ekkortól, hanem korától igen súlyos reumával szenvedett, és csak segítséget tudott lóra ülni. Egyszerűen nem tudta megmozdítani a derekát, meg a forgóit, és amikor a főhadvezér elé vezették volna, akkor nem tud lóra ülni. És ezért király gyalázás szímén lefejezték. Tehát, hogy gyalog volt bőr a pofáján, gyalog oda menni, holott lóhátam kellett volna. Tehát ilyen a történet. Ilyen kis dolgokról múlik. Menjünk tovább, tehát itt római lovasokat látunk, de ezt meg kell mondani, ugye, mint láttuk az előtt is, hogy a pártusoknak kizárólag lovasságú volt, ugye könnyű és nehéz lovasok. Őnekik ugye itt vannak, itt a könnyű lovas, hát ahogy elképzeljük, ugye az ábrázolások alapján, ez egyébként Dura Europosból való falfestmények alapján lett ugye megrajzolva, és itt a nehéz lovas, ugye. De ennél még sokkal vértezettebb lovak is voltak, tehát menjünk tovább, és itt van, ez az igazi. Ez az igazi, ez. Erről beszélek, ez a könnyű lovas, ugye ez amit mondtam az oldalra nyiladással, és itt a nehéz lovas, aki nem íjjal, hanem lándzsával is ezzel a tömegerővel ment. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy 300 lovas van egymás mellett, ugye, több sorban, és akkor ez ugye mint a tank, mint ugye a tigrisek annak idején, amíg el nem süllyedtek a balatoni mocsárnál. Ezek is el tudtak süllyedni, meg kell mondanom, mert például van egy olyan adatunk, hogy a lovakat ugye be akarták hajtani ugye tudatosan a mocsárba, és ott már ott fesztek. Sok száz lovuk az elpusztításáról vannak ilyen forrásadatai, tehát ezekkel is fönnáll. Menjünk tovább, tehát ezt a katonai erejüket mutatja, viszont ugyanakkor, tehát mind a harcászatban, itt látni kéne szépen, ezt itt gyönyörűen látni, mint mondtam. Tehát szilárd, itt meg vágtáznak el félkörbe, ugye, itt vágtáznak el félkörbe, és kilövik a nyilaikat a római gyalogságra, és itt átverni látszik a pajzsokat, meg a páciokat, és amikor elpucoltak, akkor körülbelül itt tört, hogy úgy mondjam, kiszedi a tegezből az ujjat, és akkor ez a kör, forgás, ugye 9000 íjász tessék elképzelni, 9000 íjász körforgásba, mindegyiknek ugye a tegezében 40-50 nyíl vesző, és amikor ezek kifogytak, mert ugye 6 körre kifogyott, akkor a tevékre málházott töménytelen nyílveszőből ugye az úgynevezett 6 táp, hogy mai szóval éjek, ugye feltöltötte őket. Ugye ilyen kötek számra adták ugye a harci nyílveszőket, és akkor feltöltötték a tegezeket, és kezdődött újra. Tehát legyőzhetetlen volt ez a sereg, menjünk tovább. És ugye mondanom se kell, hogy azok a vonások, amelyek, tehát a nyilazás, tehát ez az úgynevezett hátrafelé nyilazás, ez a megfutamadás színlelés mellett, egy csomó olyan van, ami a magyar történelmek a legkülönbözőbb helyen visszaköszön. Ilyen például, hogy a források
például Tacitus is, Justinus is meg leírja, hogy a pártusoknak a legkedvesebb szövetség kötési módja volt a vérszerződés. Tehát, hogy amikor valaki a barátságot, szövetséget akarta kötni, akkor megvágták az ujjukat, vagy a kezüknek bizonyos pontját, a vértüket belecsurgatták veresborba, és kicserélve mind ittak belőle, és ez a vérszerződés, amely a szkítáknál ismert ábrázolásban, leírásban, hunoknál, pártusoknál, magyaroknál és másnál nem ismeretes. Tehát egy csomó olyan adat van, amelyek kultúrtörténeti hagyaték ugyan, de tulajdonképpen a kapcsolatot a szellemi vonatkozásokban, szellemi örökség további és a vonatkozásában biztosítják. Hát itt megint ugye egy térképet látunk, tehát a szkítia és fártia viszonyáról, tehát hogy az otthon maradott testvérek szkítiája és a taha pártusoknak az ország eredeti országa, ugye hogy viszonylat egymáshoz menjünk tovább, és tehát itt ezeket az adatokat tulajdonképpen nem nagyon érdemes elemezni, hát, hogy milyen harci cselekmények voltak ugye már a Krisztus születése utáni időben, a Krisztus születése utáni harmadik század első harmadáig van ugye, amikor talán majd jön a, hogy Hatrából is az én hát ifjúkorom, az azért is nagyon emlékezetes, mert akkor egy angol régész vezette ezt a feltárásokat, amikor a homokból szedték elő a naptemplomát, és ugye mint ifjú ember ugye hát tette egy ajánlatot, hogy ugye milyen helyes volna, hogyha egy ilyen jóra való gyerek, ugye az ő hát famulusa lenne, és voltam olyan botor, hogy nem vállaltam. És hazajöttem ebbe a magyar országban. De hát, ami volt, ami elmúlt, vissza nem hozható, a múlt kiesett hatalmú. Ezt kérem szépen a két uralkodónak, ugye, amit emlékeznek, felírtam a táblára, és itten kérem szépen látjuk a két uralkodót, az utolsó pártus király és az új Sassanida király, ugye első Artasír, aki ugye ez is mutatja azt, amit az előbb Krassuszról mondtam, hogy legyőzött, de lóháton kell, hogy egymásra a szemben megjelenjenek, mégpedig ugye ilyenkor fehér lovon, mert a nagy királyoknak, a császároknak, a húroknál éppen így ugye a legesleg elitebb esetekben fehér lóra kell tűnni. Ez így volt például Mátyás király esetében, Ulászló esetében, hogy mai eset, vagy hozzánk közelebb állat mondjak, amikor például ugye Mátyás király ugye nagyon bele volt zúgva ugye a méltatlan Beatrice-be, és akkor eléje ment ugye, és már Székesfehérváron állította fel a fogadására a sátrat, és gyönyörű hintókkal ugye várta 8 hintót szereltetett fel, válogatott 8-8 paripát fogadott bele, különféle színűeket, és akkor ugye, amikor átszálltak a hintókból ugye Buda alatt a lóhátra, akkor a saját királyi fehér ményét átadta Beatrixnak. Gálás magyar úr, ugye, hogy az üljön a fehér lovon, és ő ült a pejsárgán, tehát ezzel is kifejezve, hogy ilyen egy magyar király. Tehát ugyanezt tette Ulászló, a lengyel Ulászló az ő francia hercegnőjével, pontosan szóra Mátyást kopírozta le. Tehát itt is visszatérve, tehát még ilyen, tehát a történelem tulajdonképpen akkor kelhet csak valamelyest életre, ha nem ilyen sablonokkal gondolkodunk, és látjuk azokat a kis apróságoknak tűnik például az olyasmi is, hogy mi az, hogy négy ütemű ló, meg két ütemű. Ha ezeket nem tudjuk, akkor tulajdonképpen csak ilyen szólamokat hangoztatunk, amelyek nagyon használhatók mondjuk egy társalgás, hogy milyen műveltek vagyunk, de valójában a történelemben nem értünk semmit, vagy legalábbis nagyon keveset. Tehát itt is például ezt is látszik ugye itten, hogy a legyőzött ugye itt fekszik, ugye a ló ráteszi a patáját, de ugye csak is lóhától lehet ezt kifejezni.
És ennek a talán a következő kép majd ezt a bizonyos Szentvárost mutatja. Ezek azok a bizonyos érmek, ugye, amelyekről meséltem, hogy az első érmék, tetszett látni, ugye Arszáknak, első Mitridatisnak, második Frátisznak ugye a képe, egy érmény nézzük, akkor ezek a klasszikus Nagy Sándori, macedón, görög kultúra hatására az úgynevezett a fejdíszek vonatkozásában, most csak arról beszélek, a fejdíszek vonatkozásában a klasszikus görög tiarát használják, és később, amikor már ugye itt vagyunk már későbbi időben, akkor jelenik meg a boltozott kameleokon típusú, mint a magyar szentkoron is, ugye a boltozott pártus korona, illetőleg a diadémnak egy ilyen változata, amely, menjünk még tovább, mert aztán még vannak, nincs már több érmény, akkor tévedtem, és ezeknek az érményeknek, ugye, mint mondottam, görög feliratai vannak, tehát, de az nem azt jelenti, hogy noha a birodalmi nyelv, a kancellária nyelve és a levelezési nyelv is döntően görög volt, de ez nem azt jelenti, hogy ők maguk is, ugye, görögök, illetve perzsák irányak lettek volna. Nem is tudtam erről soha, ez egy mérnök ember különben, aki ezt a szép összeállítást csinálta, és ő hát hívta fel nekem is a figyelmet, hogy a galváni elemnek a feltalálói és pártusok voltak, íme itten ez. Nem hallottam sose róla. A Bagdad Múzeumban volt, amíg azt ki nem fosztották, ez az úgynevezett elem, amelyben megdöbbenték módon, ugye elektromos áramot tudta fejleszteni, azt állítja. Ugye itt a Ravennai templomból való mozaik képet mutatja, ahol ugye a Jézuskát köszöntő három keleti mágus, ugye, lát egyértelműen pártus viseletben jelenik meg az ajándékokkal, tehát hogy a pártus kultúra a kereszténység keretei között is eleven hagyományként tovább élt, menjünk tovább, és ugye hát itt a különféle vallási irányzatokról csinált egy összeállítást, ugye, hogy valóban egy nagyon ma úgy mondanok, hogy toleráns állam volt a pártus birodalom, ugyanúgy, ahogy a magyar állam is egy toleráns állam volt vallási tekintetben, és ugye itt részben az ősi anahita, azután a Zoroaster vallása, a rómaiaknál annyira kedvelt vikaölő Mitrász, a kereszténység ugye teljesen engedélyezett volt, nem véletlen ugye, hogy az apokrif evangéliumok szerint ugye Júdás, Tádé és Tamás apostolok itt térítettek, úgy tűnik, hogy ez megalapozott, de ugyanígy teret engedtek egy bizonyos ideig, éppen a Szaszanidák idejéig, annak, hogy ugye Krisztus egyetlen igaz utódjának tartott Máni is terjesztesse az ő tanai, ez a maniheizmus, ugye, amely aztán a harmadik század végéig, amit láttuk 276-ig, amikor ugye a Szaszanida Bahram ugye meggyűlölte ugye a Mánit és elfogadta, elevenen megnyúzatta és kitömette szalmával ugye a lenyúzott bőrét és kiakasztatta ugye a palotája elé, és minden követőjét hát üldözte, templomait fölgyújtotta, és a többi. Ez tulajdonképpen tehát a legnagyobb adalék kultúrtörténeti szempontból a pártus témakörben, hogy ugyanis ez a, mint hogy szkítákról van szó, ugye, akik egy nagy ókori birodalomnak az uralkodó rétege, dinasztiája és uralkodó rétege lett, az element cáfolat arra, hogy és ezt már a közép-ázsiai, vers-ázsiai újabb régészeti kutatás is teljes mértékben megerősítette, hogy föl kell véglegesen adni ugye azt, hogy ezek a birkákat, meg kecskéket hajszoló, koszba öltözött, mosdatlan, nomád, barbár, barmokként, ugye, hogy ezt például mindmáig is a könyvekben lehet olvasni, például valaki előveszi a magyarra fordított Ókor Irán című könyvet, ott a pártus csak mint mosdatlan, félmeztelen, ordítozó, barbár vadakként jellemzi, mivel hogy ez a szkíta, szittya nép ugye ez ilyen, meg a hun nép is ilyen, és ez pontosan azt mutatja, ez nagyon ügyesen összeállította, hogy talán az építészetnek a megújulásának az egyik legnagyobb motorja volt a
paktus korszak, amikor ők feltalálták, nem csak az elemet, amit ugye az előbb láttunk, hanem feltalálták az építészetbe azt a boltívet, amit mindmáig is németül is, angolul is, oroszul is Ivánnak neveznek. Ugye ez a nagy feszített boltív, amely hatrában látunk majd, ez a feszített boltív, amit a élére rakott téglákból, tehát ez nem a kis római bolt, az is innen van egyébként, a rómaiak innen tanulták, de nem tudták ezt a nagy ívet kirakni, ezt hívjuk Ivánnak, és ennek az építészetnek ugye a fényében, tükrében láthatjuk azt, hogy ezt a nép, ezeket a népeket, ezeket a korokat nem lehet, itt van, tessék, na ez az a bizonyos hatalmas, ugye ez a fővárosuk, a Ktesiphoni király palotának a nagy fogadó terme, ugye ezt meg tudták csinálni téglából, tehát égetett téglából ezt a fesztávolságot, mert ez egy hihetetlen, ez például a középkori, például a Somogyvári Szent László templomnak is, ugye nem bírták megoldani a csak síkfödé, fa síkfödémmel, mert nem bírták a fesztávolságot, pedig a mai mértékkel mivel csak 12,5 méteres a főhajó, és 6-6 méter ugye a két mellékhajó, és ezt nem tudták megoldani. Tehát a gótika egyébként innen tanulta, ugye keletről tanulta az összes építészeti fogását, tehát főleg ezt a porti nagy fesztávolság porti képzés. Tehát ez körülbelül Jézus születése utáni 30-40 körüli. Na most itt van kérem ez a bizonyos hatra, na ennek az előkerülési idén volt ez az emlék, amit az előbb felidéztem, ennek is társainak, ahol kérem szépen az a legenda járja, ugye, hogy nem volt sima ennek a Zarszakida pártus dinasztiának a hatalom vesztése, amikor ugye a Szászanida Artasír ugye ellenük támadt, voltak olyan városok, ilyen volt például Hatra is, amely megmaradt hűségben a pártusok mellett. És az a legenda járta, ez a naptemploknak a bejárata, az a legenda járta itten, hogy nagyon keményen ellenállt a Szaszanida seregnek ugye a város, és a városban volt egy rendkívül szépségű hercegnő, aki ebbe a bizonyos szurénát által képviselt típusú, de Szaszanida nem pártus, típusú vezérbe szerelmes lett. Ez ugye ugyanaz a történet, ami az avarok történetében Attila történetében előjött, és ugye hát ezért feladta a várost, elárulta ugye a titkos helyeket, ahol be tudnak törni, és így esett el Hatra. Tehát ez a legendája. Itt látjuk kérdezőben megint ezeket a hatalmas boltíveket, és itt látunk majd néhány olyan, talán, vagy ez most nem tudom, hogy az indiáimról van, hát ez a nagy gyönyörűséggel helyreállított, ez ugye Észak-Irakban van, ezt szerencsére nem bombázták le az amerikaiak, úgy, mint a sumér városok, vagyis hát emlékeknek az övét, ez ugye egész fönt van, Mosultól 38 kilométerre van, ugye, és na itt van Nisza, tehát ez amiről elő kellett volna legyen, tehát ez az amiről beszéltem, tetszik emlékezni, hogy a királyi temetkezői helyeket nem találták meg, de itt megtalálták a kancelláriát, tehát ez ilyen magas volt a homok. Látják? Tehát ezt a semmiből, a homok alól, a sivatagból ásták ki, amelyek addig, amíg itt a csatornák működtek, ez olyan volt, hogy négyszer volt egy évben termés a gyümölcsök fáknak. Őszi parasztól kezdve a leggyönyörűbb gyümölcs, rengetegek így mindennel ellátva, és hát mint szent város, a királyoknak ugye a temetkezi szent városa. Tehát itt nagyon jól látszik ezen a képen, amit mondtam, hogy került a homokra. A Hatra esetében ez már azért nem látszik, mert akkor már ugye ezek restaurálva voltak, kiegészítve voltak, tehát akkor már ugye ez a turisták számára, ahogy ma mondani szoktuk, fel volt tupírozva, ugye, hogy tehát menjünk tovább. Hát ezt, na és itt vannak, ezek is Hatrába kerültek elő, ez a jellegzetes pártus készartású, többek szerint Szanatú királynak a szobra, ez pedig ugye az a
egyértelműen ugye látszik, hogy ennek a viselete, tehát a maga, a nadrágja, a kaftánja, ugye a nyakában lévő nyakperec, tehát amely talán az egyik legnagyobb árulójel, hogy ezek szitja szkíták. Mert ugye a minden, a legkorábbi 9. századi Arzsáni kurgánban is ugye a szkíta királyoknak ugye a nyakában ott a hatalmas nyakperec, vagy pektorálnak is nevezik a nagy merdiszta hölgyeknél, és olyan különlegessége is van, hogy ezeknek egy része nem is szétnyíló, hanem úgynevezett egybeöntött volt, torkvesznek hívják ezt a latinul, ezt a nyakperecet, itt is itt van a nyakában, ugye tetszene látni, itt van ennek a szanátor királynak, itt van a nyakában, a veretes öve, ugye azután ez a jellegzetes fátus viselet. Ugyanakkor mellette van ugye egy klasszikus antik szobor, ugye a vitát fölálló görög stílusú szobor, tehát megőriztek ők, ahogy régen mondtam, megtartva, változtatva, tehát menjünk tovább, tehát ezek az emlékek is, a szellem kultúrtörténet emlékei, a pártus lovas is ugye a jellegzetes szkíta viseletben ugye ugyanazt a hosszú sapkát látjuk, mint a Behistuni vagy Pisztuni sziklareliefen láttuk, ugyanezzel a nyakperccel, a hosszú kaftánnal, a nadrággal és a szkíta lovas ugye az íjával, a tegzével menjünk tovább, tehát amelyek kérdezőben a hát itt is ugyanezt a ez már egy ilyen puttó formájában a hátrafelé nyilazása, tudni, ez egy pártus íjazásnak az idealizált kis figurája, itt pedig lenne ugye egy olyan fejdíszsel, ami már a szaszanita korból származik, merőben eltér ugye attól, amit a pártus királyok viseltek, nézzük a következőt, ez a másik szanatruk szobor, és ugye a pártus koronában itt a fejdíszén ugye a túl ragadozó túl madárra, de jellegzetes tisztartása. Na itt vannak azok a litonok, amiről beszéltem, amik élet szépen díszában 40 darab került elő, bámulatos szépségek, aranyból, ezüstből, elefántcsontból. Ezek az híta ivókültök, ugye megvan a hunoknál, megvan az avaroknál, és én úgy gondolom, hogy ide tartozik, ahogy erről már talán emlékeznek azok, akik esetleg korábban is hallgattak, hogy az úgynevezett Jászberényi kürt, az úgynevezett lehelkürtöt is én ilyen ritonnak tartom, amely az egykori vérszerződésünknek az emléke. Tehát noha nem ugyanaz a stílus, mint amit itt látunk, menjünk tovább, de rendeltetésében itt vannak ezek a ló ábrázolásos, elsősorban ez az úgynevezett uráltói stílusú ivókürtök, ezek ezüstből, aranyozott ezüstből készültek, döntően ezek is görög műhelyekből származnak, de a Nagy Sándor időt követően ez nem különleges eset, mert ugye mérhetetlen tömegű görög stílusú műhely működött. Ezekből részleteket látunk, ugye díszítések, illetőleg hát az ivókürtöknek az egyik típusát látjuk, menjünk tovább, és kérem szépen talán itt most ő ügyesen összeállította, hogy a szkíta pártus magyar párhuzamokat a pontokba vette, hogy a ló fontos szerepe, a hasonló fegyverzet és harcművészet, a temetés szemrehelyezett éremmel. Igen, ez tényleg ez egy fontos láb, csak hogy jó, hogy van puskám, hogy a nagyon hosszú időn keresztül ugye az volt a hivatalos szakmának, többek között épp a felolvasott részlet szerzőjének a mániákus rögeszméje volt, hogy a magyar sírokba Álmos Árpád alapítási népének sírjaiban ugye találtuk valóban, én is tártam fel ilyen sírokat, ugye úgynevezett szemlemezek voltak a halottnak a szemén, és a száján aranyból, ezüstből, és ugye ezt úgy értékelték hosszú idő keresztül, hogy mivel ez a szibériai úgynevezett hobulok, osztyákok, hobiugoroknak a
temetkezéseiben fordult elő, hát íme egy bizonyság, itt nem számított az eltelt évezredes idő, itt, amit ő kifogásolt, itt nem számított, itt töretlenül tovább élt, ugye az ősi szemlemezeknek a divatja, ami a legnagyobb bizonyság arra, hogy ugye a dobjúgorok meg a bomblók osztják, és a magyarok ugye egykoron együtt éltek. Csak az a kis Mario történt itt, ugye, hogy a legkorábbi ilyen arszemezek, száj és szemlemezek a Krisztus születése előtti második, harmadik századból származnak, és éppen a Pártus dinasztia időszakából való, tehát és ezáltal ugye világosá vált, hogy a 17-18. Századi obiugoroknak a szokása az egy nagyon-nagyon késői átvétel, és ugye a magyarok semmi körülmények között a 10. században nem a 18. századi bombulóktól vették át, hanem az ősi területen a bárkis hagyományok alapján. Akkor így felsorolja a vérszerződést, az íjat, a sólyom, tehát a turul, a szarvas, a nap és a hold ábrázolása, ami tényleg, majd még látunk is talán képeket, az állatvízen jelentek, és a mágusokat említi még meg. Tehát itt a nap és a hold vonatkozásában ugye fontos, hogy mind a Pártus, mind a Kusák király úgy kezdték a leveleiket, hogy én XY a napnak és a holdnak fivére. Tehát így kezdték a levelet, amiket írtak mondjuk a római császárnak, vagy a kínai császárnak. Tehát ezek azért fontosak, ugye, mert a Belső-ázsiai unokról is tudjuk, hogy a Tauman, vagy az ő fia Modu, vagy Maudun, ugye minden reggel ugye úgy kezdte a napját, hogy kelet felé fordult, és ugye letérdelt, a nap előtt fohászkodott, minden napját így kezdte. Tehát ő is azzal, hogy én a napnak a testvére. Tehát, és ezt a Pártus és a Kusák királyok olyannyira szentnek tartották, hogy a hivatalos leveleiket, az úgynevezett arengát, tehát a bevezetőt mindig így kezdték, hogy EXY Sanatru a holdnak és a napnak is holdnak férjére, üdvözlöm a rómaiak császárát, stb. Tehát itt az úgynevezett álompóz, a zsugorított temetkezési póz mutatja be, hogy ez az arzsáni kettes számú kurgában eltemetett Szvita nagyfejedelem, és mellette a hölgynek ugye a rekonstruált testtartása, és itt pedig egy Ekbatanában, tehát Hamadánban feltárt pártuskori, sajnos nem vezérsír, egy egyszerű úgynevezett közember sírja, de hát ugye ebből nagyon messze menni következtetést ebből az zsugorított testtartásból nem lehet levonni, hiszen ez egy nagyon ősrégi temetkezési mód, tulajdonképpen már az őskőkor, a paleolitikum óta ez ugye az embernek egyik jellemzője, hogy mindmáig is így vagyunk vele, kimondva, kimondatlanul, hogy ahogy Jézus mondotta volt ugye Lázár feltámasztásának a történetében, hogy nem halt meg, csak alszik. Tehát az a tudat, hogy nem vesztettük el, mert csak örök álmát alussza. Tehát ez egy nagyon ősi emberi jegy, tehát az őskőkor paleolitnak már ilyen temetkezési formái vannak, és mert zömben ugye így alszunk, hát például én magam is szeretek így aludni, hogy így az emberi, azért hívják álompóznak, tehát ennek a formáját igyekeztek megadni a halottnak, hogy ő is aludja örök álmát, tehát ez nem egészen, de ezt csak azért mondom, hogy megint tudjuk értékelni, hogy a látszólagos egyezések nem feltétlen történeti forrás értékkel bírnak, például ez biztos, hogy nem. Tehát az, hogy zsugorítottan temetkeztek a szkíták, zsugorítottan a hunok, adott esetben ez abszolút semmit nem jelent. Azon túlmenően, hogy ugyanúgy gondolkodtak az élet elmúlásáról. Egyébként ez egy nagyon fontos dolog, hogy a történetben visszafelé haladban ne gondoljuk azt, hogy a mi őseink, főleg nem most ebben az elprimitívesedett, elbunkósodott világban, hogy azok mind-mind primitív népek voltak, ahogy megyünk az időben, annál primitívebbek, ez egyáltalán nem helyes, és sőt nagyon hamis megközelítés. Tehát itt pedig ugye azt akarok bemutatni, megint csak az összevetésben, hogy az egyik szkíta, ugye ez a híres Voronyev melletti Csasztie kurgánhoz származik, ez az elektron, tehát arany és ezüst ötletű készít edény, ahol ugye a szkíták egy eredet mondája jelenik meg, amikor ugye a szkíta
az ősinek vért, ugye, hát a görögösített változatban, mivel képtelenek voltak a szkítaszítja neveket megegyezni, ezért ugye Heraklészre tették rá, ugye egy Heraklész ugye az ő kígyótestű nőtől származó három szkíta fiúnak ugye közül azt mondta, hogy az legyen a király, aki az általa adott ugye íjat ki tudja veszíteni, ezt a jelenetet mutatja ez, amikor ezt a reflexiát átnyújtja a legkisebb fiúnak, a szkűtésznek ugye, aki egyedül tudta felhajzani az íjat, és ugyanezt a mutatja ezen a korai időből, tehát a dinasztia alapító Arszáknak az idejéből való érmény, ahol ugyan görög fejtűzben van, és görög plepetusban, görög, teszek látni görög felirattal, de az ősi keleti hatalmi jel, mint az íjat mutatja, hogy ez az én hatalmi jelképem, ez az én hatalmi szikor, ugyanúgy, mint ahogy a másik képen látjuk. Ez, itt pedig ugye azt mutatja meg a barátunk, hogy a koronák fejlészek vonatkozásában is töretlenül tovább jön. Ez ugye a Krisztus születése előtti 4. századból való Alacsájtenknek, az ordoszi hun vezérnek ugye a híres viccelős ragadozó madaras fejdísze, és ez pedig ugye a szanátum koronája, ez az úgynevezett pántor, itt látjuk a kiterjesztett szárú sasmadarat, ugye, tehát egy ragadozó madarat, lám, ugye ez is, ugye, noha ugye ez a közte eltelt, ugye majdnem 1500 esztendő, de továbbra is él ugye, ez a szokás, ez a külső jegyeknek ilyen párhuzamba állítása, ez helyén való megengedett, és ebben az esetben nyilvánvaló, hogy szellemi azonosságot takar és kiköz, menjünk tovább. Itt is ugye tovább viszi ezt a fejét kérdést, ez a híres jégbefagyott hercegnőnek, a Pasiliki hercegnőnek ugye a rekonstruált fejdíszet, és mellé téve ugye az úgynevezett boltozatos fejdíszet, ez nem egészen mondjuk egymás mellé állítható, de hát most ezt tekintsük el. Na most itt van az, amiről beszéltem, már én is említettem, ugye, hogy nagyon fontos körülményre, ugye sokszor ezt is ugye, hát a hintelnek alapján vette fel, ugye, hogy a nagyon sajátságos, hogy az európai uralkodók közül ennyire jellegzetesen a napnak és a holdnak a hatalmi jelvényeken vagy feltüntetése, mint a magyar szentkoronának az úgynevezett megváltó lemezé, illetőleg amely a pecsétjeinken, érményinken megjelenik, ugye itt most az aranyhullának a pecsétjét hozza példának, ugye ahol a nap és a hold megjelenik, de ugyanígy számos példát tudunk erre felhozni, de ugyanígy nem csak a ennek a, tehát gondoljuk arra, amit az előbb mondtam, hogy én a napnak és a holdnak a fivére vagyok, ez pontosan ugyanezt jelenti, hogy már megjelenik Könyves Kálmán pecsétjén is, azzal még megtetézve, hogy állatfejes trónszéken ül, ugyanúgy, mint a pártos királyok, állatfejes trónszékenű Könyves Kálmán, ugye a pecsétjén az Árpádok országa könyvemben ugye közöltem ezt a képet is, nem tudom, hogy ő hozza ezt az én könyvemből, vagy nem hozza, mert most nem emlékszem, és ugyancsak a feje fölött ugye a nap és a hold, és ugyanígy természetesen a székelyek nap és holdját is ide lehet venni. Tehát itt valóban ezek olyan jegyek, amelyeket nem csak hogy fel lehet, hanem fel kell használni, amikor egy nép etnikai történetét bogozzuk, és próbáljuk amennyire kivitelik, menjünk tovább hát, tisztázni, vagy felderíteni, vagy megközelíteni inkább talán. Az állatküzdelmi jelenetekre hoz fel egy példát, egy pártus sírban talált öv díszítmény, és a Pasiliki úgynevezett rozsomákos jelenetnek ugye a valóban teljesen azonos hát, jelenetet látunk itt. Tehát itt a párhuzamok során bővíti, menjünk tovább ezekkel a képekkel. A viseletet látjuk, ugye ez a Dura Europosba a Tigris folyó partján létrejött nagy hellenisztikus város, ez a Dura Europos. Ott igen jó állapotban maradtak meg falfestmények, éppen úgy, mint ahogy majd a Kusán kérdés kapcsán, ha egyszer mi
még szó, ezt, vagyis hát még ide vergődő, akkor majd talán azokat is megmutatom. Rengeteg falfestmény, szekkó és freskó maradt meg Dura-Európozba, és ugye itt azt mutatja meg, hogy ez a magas csúcsos szkíta vasli, ugye teljesen azonos a behisztuni, vagy bisztuni reliefen látott figurán, ugye az öltözékével. Itt a, megint csak ugye a király, a perszapóliszi király lépcsőn ugye látunk a felvonuló alapok között az ajándékot hozó szkíták című részben ezt a viseletet, és ő mellé állítja ugye a Kazasztán keleti részén, az Iszik-tó partján, az Iszik-kör arany embernek a fejtiszít, ahol ugye rekonstrukció az Almati Múzeumban van, ahol ugye arany illesző, ami az itt a ezen az ábrázoson nem látszik, de egyébként valóban nézzük meg ugye a fülvédő részét, a hátsó úgynevezett nyaklemez és a csúcsos sapka teljesen kétségtelenül teljesen azonos. Itt kérem szépen a hívókürtöket mutatja meg ez az urának a nyugati oldalán, ugye ezt is elhoztam a mai alkalomra, de hát erre már nem igen fog sor kerülni, a filippottai világhírű leletet, amely ugye tehát az Urál keleti oldalán Magnyitogorszk közelében van, ahol egy kirabolt kurgának az egyik rejtett hát sírkamrájában 46 fából faragott hatalmas szarvas találtak aranylemezzel bevonva, csodálatos leletegyüttes, és itt a visszatérve a szkíta kiállításra egy pillanatig, ugye nagyon sajnálatos, hogy ugyan sokat próbálták magyarázni a bizonyítvány, hogy történhetett meg az, hogy New Yorkba, Londonba, Berlinbe, Münchenbe, Hannoverbe a teljes szkíta csoda anyag ott volt, és ide nem hozták el. Ugye ezt mindenféle dadogtak, különféle pozícióban lévők, hogy a biztosítási díjat nem tudták kifizetni, ezt meg azt, meg nem adták oda időben, meg nem elveszett a levél, meg nem tudom mi. De hát egy óriási hiba, hogy mondjuk tehát nem jött el ide ugye Filipovka, nem jött ide Arzsán 1, Arzsán 2, nem jött ide az iszikkőli aranyember, nem jött ide a szkíta királysíroknak több mint 60%-a. Tehát egy szép az is, még egyszer hiszen látták, szép az is, amit idehoztak, de meg se közelíti azt a pompát, amit ugye az előbb felsorolt helyeken volt, és ahol természetesen ilyen vastag katalógust adtak ki, ugye, ilyen vastagot az itteni Vékonkával szemben. Tehát tulajdonképpen egy az egybe kellett volna áthozni. Amint erről szó is van, ez volt eredetileg a koncepció. Hát még én is ugye a kazakokkal is sokat tárgyaltuk, hogy boldogan adják, hiszen ők rokonoknak tekintenek bennünket. És addig vacakoltak, nem akarok más kifejezést használni, amíg nem hozták el végül is, és csak egy ilyen, hát nem akarom azt mondani, hogy törmelik, de mert tényleg ez csúnyaság volna, mert azért az Auguste Kurgán ugye gyönyörű anyaga van, azért a kaukázusi Uliab a teljes lelet együttese nagyon szép, Tagisken nagyon szép, tehát ezt nem lehet azért azt mondani, hogy semmit érő, de ahhoz képest, amit kellett volna hozni, és hát természetesen egész más hatása van ezeknek a nagyon szép darabunknak, akkor ha ez bele van ágyazva abba az egyetemes kínai nagyfaltól a Bécsi medencéig tartó egységes világba, különösen megdöbbentő, hogy a Bukaresti Múzeum anyagából elhozták azokat a leleteket, amit elhoztak, ezzel szemben nem hozták el az erdélyi szkíta anyag egyetlen darabját sem. Egyetlen egyet sem. Tehát teljesen megdöbbentő. Nem is beszél róla, hogy az erdélyi anyag fele a Nemzeti Múzeumban. Tehát nem is kellett volna kölcsönözni, csak a raktárból kihozni. És természetesen ezek is kiadványokból kiszkennelt képek. Ugye ez a csertobriki tegez, tudott dolog, ugye talán ismerik, ugye, hogy a szkíták azon különös lovas íjászok voltak, hogy ők egy tegezben viselték az íjat és a nyilvesszőket. Tehát ez egyetlen nép volt, amely ezt csinálta, később senki nem csinálta, nem is volt praktikus igazából,
de hát úgy látszik, hogy, hogy ez akkor valahogy nem játszott akkor a szerepet. Ezért Zgoritusnak hívják görögül, ugye ezt az egyesített tegezt, amiben a, de csak a felhajzott íjat lehetett ebbe beletenni, tehát az szkítai kicsi volt, ugye 70 centi csak, ekkora volt a szkíta reflexi, a huni meg 130 centi, tehát ugye azt már nem is lehetett volna így tartani, és ez, ennek a természetesen ezek már a fejedelmi pompa, ugye, hogy ezt arra nem ezzel fából készültek ugye ezek a gorituszok, és ezeket borították be aranylemezzel, vagy ezüstlemezzel, vagy bronzlemezzel az egyszerűbben. Hát ennek. És hát természetesen, mivel görög, ezek késői, ugye a 4. század, ez 330 körül készül, Krisztus születése előtti 330 körül, ekkor már rendkívül intenzív a kapcsolata a fejedel-tengeri görög és a szkítaszítja népek között. Tehát itt már igen nagy száma használtak ugye görög műhelyeket, és ennek egy fejében maguk a jelenetek ugye teljesen a keleti lovas népeki, de a díszítmény itt a csertomléki híres váza, ez is elektron vázán is ugye fönt a Hermann Otto által megfejtett ugye lódöntés jelenete, majd talán látjuk közelebbről is, ha igaz. Most ez a, na itt van a lódöntés ugye, amikor ugye a kasztrálás ugye a ló kiherélésének a pillanata, amikor ugye ledöntik a mént, ugye ezt Hermann Otto ügyesen fejtette meg, ugye a köteleket behúzta, és ugye így fejtette meg. Tehát maga ez a szkíták ábrázolás is a jelenet, ugye egy keleti lovasnéknek a világa, de az a környezet, ugye ez a griffek, a szarvasra támadó griffek, és azután lent azok a madarak, teljesen a görög, a fekete-tengeri görög világ. Tehát ez már egy nagyon késői, tehát nem a korai szkíta. Ugye ezt már elmesítem, merem remélni, vagy legalábbis bizakodom benne, hogy azért teljesen nem felejtették el, hogy a mai a szkítológiának ugye a legnagyobb fejleménye az, eddigekkel szemben, hogy eddig azt tanították, ugye mindenütt, az oroszok se kivétel, hiszen ne felejtsük el, hogy az oroszok is ide-európai nép, tehát ugyanúgy, mint a germánok, ugyanúgy, mint az irániak, ugyanúgy, mint az új latinok, tehát ide-európai népről van szó, ezért is árjásították ugye a szkítákat, hogy az övéké lehessen, és ugye hát azt tartották, hogy ez az egész szkíta művészet tulajdonképpen egy bizonyos mértékig csökevényesedett antik görög kultúrának a vetülete. Ezt elmondtam már elég sokszor, ezekre hivatkozva, ugye, mint ezek is, ez is kétségtelen görög műhely készítménye. Akkor változott meg, amikor a görög gyarmatvárosok ugye a Krisztus születése előtti 7. század végén jött létre a legkorábbi, ugye az 610-620-at jelent, amikor ugye a Görögországban Mosi sose volt gabona, és ugye éhen haltak volna, ha nem viszik oda a gabonát. Ezért lettek a gyarmatvárosok ugye, Főniciai parton is, és a Fekete-tenger körül is, és töménytelen hajóval ugye hordták a gabonák 10 000 tonnáit, hogy ne halljanak éjjel, és ugye a görög világ életben maradjon. Tehát ez a 610 körüli is a legkorábbi, tehát annak a virágkor, amit itt is látjuk, ugye a harmadik, negyedik század. Ezzel szemben ugye, amikor föltárták Belső-Ázsiába és Közép-Ázsia keleti részén a Tuva is, a Paziriki, Sibe, Katanda és a többi kurgánokat, a Krisztus születés előtti 9. század és 8. század volt. Tehát ez azt jelenti, hogy 300 évvel korábban létrejött a szkíta művészet, mint amivel vádoltál. Igen. És ezzel darabon, ezt még ez a vezető is elismeri, ugye képtelen, rám nem hivatkozik ugyanegy soha, de elismerik, hogy bizonyos kutatások ezt megerősítették, tehát bizonyos kutatások. Ez a szkítológiai tudománynak a nagy forradalma és változása, hogy világossá vált, hogy a fekete-tengeri világ kérem szépen keletről érkezett oda, és később görögösödött el bizonyos mértékig. Itt ez a könyv is kapható a Nemzeti Múzeum kiállításában, elég drága, ugye ennek az orosznak és egy angol kollégának a színes kép rekonstrukciói, az kint a páncélos, nehéz fegyverzetűekről
meg a könnyű hiászokról egy-egy képet mutat be. És például ez a híres kövér sír, ez is egy ócska másolatban van ott. Tehát az Ermitásnak ez a gyönyörű kincse, ami egy csoda valóban. Csak egy nagyon rossz galvan a klasszikai másolatban van kirakva, és ugye hát ez is ugyanígy a... De még olyan egészen megmagyarázhatatlan, hogy a berlini múzeumban lévő Fetesfeldei lelet is egy ócska másolatban van kirakva. Tehát teljesen értetetlen, mert ki van zárva, hogy a Pátzingerék ne adták volna oda az eredetit. Ki van zárva valamiért, Isten tudja milyen okból, azt mondták, jó lesz ez ide. Hát például ez is teljesen megdöbbentő, hogy a Zöldhalópuszta és a Tápió Szentmártóri aranyszarvas mellé egyetlen más aranyszarvas nem állítottak ki. Ami az összes zerint felsorolt helyeket, természetesen mind az összes 14 darab van ugye belőle. Többek között ez is egy nagyon híresek kulovai darab, bár ez a legkésőbbek közé. Tehát a belső ázsiaiaktól kezdve ugye a Kárpát-medencéig tartó aranyszarvasokat egy hatalmas térkép hátterével kellett volna kiállítani, hogy világosan lássák, hogy ez a kínai nagyfaltól ugye Zöldhalom pusztáig egységben. Egyetlen egyet se állítottak ki. Egyetlen egyet se. Ezt sem. Egyetlen egyet se. Na ez itt van. Ez kivétel se. Itt van, ezt lehetett látni. Ez ekkorka eredetiben. Hogy ezt láthatták ekkorka. Ez itt van. Valami tévedés folytán. Ez itt van eredetiben. Igen. Hát kérem szépen, azt hiszem, hogy itt a vége, fuss el véle.